Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon elkényelmesedett maga a sakk társadalom, és várja a sült galambot. Ebben nyilván benne van a történelem, hiszen azt tudnunk kell, ugye, hogy a régi rendszerben Kádár Jánosnak a kedvenc sportága volt a sakk, ezt kevesen tudják. Kevesen tudják, a sakk szövetség is a mai napig a Falk Miksában van, és az pont azért, hogy a Kádár Jani bácsi esetleg kiosonkodik és beugrik oda gyors egyben a sakkpartira. Úgyhogy akkor egy nagyon, hogy mondjam, támogatott sportág volt, vagy nagyon szeretett sportág volt. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy megszokták ezt a jólétet, és nem sikerült nekik piaci lábakra ráállni. A podcast támogatója a TikTunes. A TikTokon gondolkozol? TikTunes.hu. A podcast támogatója a Felút, a mély és magasépítés szakértője. Sziasztok, ez itt a Szembe Szorel Podcast. A mai adás vendégét hamarosan bemutatom nektek, de előtte szeretnék egy szolgálati közleménnyel élni. Iratkozzatok fel a Szembe Szorel Podcast YouTube csatornájára, visszanézhetitek a korábbi adásokat is, illetve meghallgathatjátok a Spotify-on, Google Podcast-en, illetve Apple Podcast-en is. És most szeretettel köszöntöm Rapport Tamás urat. Szia Tamás, a Jólat csoport alapítóját. Nagyon örülök, hogy eljöttél, és nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre állsz. Rólad próbálkoztam keresni interneten, különféle fórumokon információkat. Nyilván találtam is, de szeretem, nem szeretek okosabb lenni a vendégemnél, és jobban tudni az ő életét, mint ő maga. És ezért szeretnék érdeklődni arról. Tudjuk, hogy egy sikeres vállalkozást építettél föl az elmúlt évtizedekben, de ez honnan indult? Milyen a családi háttér? Mert ugye ez azért érdekes nekem, mert ugye mindig mondják, hogy otthonról hozott, és ilyen jellegű szocializációs közegben hogy nő fel egy valaki, és nem tudom, hogy ez az egész vállalkozó birodalom, ez mikor indult, de nem feltétlenül gondolom azt, hogy akkor nagyon jellemző volt az, hogy mindenki vállalkozásokba kezd. Ehhez viszont egy családi háttér kellett, vagy olyan gondolkodás, vagy egyszerűen nem kellett, ezt szeretném megtudni tőled, hogy milyen családi háttered van, hogy nőttél föl egészen kicsiként. Jó, akkor nagyon szépen köszönöm a meghívást, és családi háttér. Nagyon-nagyon azt gondolom érdekes, ugye gyulai vagyok, Gyulán születtem, Gyulán szocializálódtam, Gyulán jártam általános iskolába és gimnáziumba is, ott is érettségiztem, és nagyon meghatározója volt értelemszerűen a családi hátterem díjtatásom az egész világképemre. Akkor most, hogyha kicsit mélyebbre megyünk, vagy messzebb a családi ágon, a nagypapám, ő is vállalkozó volt, tehát ő könyves mester volt Gyulán, illetve az édesapám is abban a rendszerben, ugye 80-90-es évek előtt, ő úgymond maszek kisiparos volt, szintén ugyanebben a műfajban vállalkozott, tehát építőipar. Ő templomokat újított föl, illetve a nagypapám is. A nagypapámról én azt tudom, hogy 1960-as években mondjuk volt egy Opel rekord, ami Gyulán ugye nagyon nagy kurjúzónak számított, de alapvetően a vállalkozás ez a pár emberes vállalkozásba kimerült. Tehát az édesapám, ő szintén ilyen pár emberes vállalkozást vitt, tehát ebbe 5-6 ember fért bele, és a templomfelújításokat végzett, abban az időben főleg az egyház, stb. Szerintem egy kicsit peremvidéken volt, és gyakorlatilag az édesapám elmondása szerint, bocs, ezt egy kicsit látom, hogy nem teljesen jó, igen. Tehát az édesapám elmondása szerint, ugye nagyapámnak volt ez a meglátás, ez a piacirés megtalálása, hogy ne kis házakba kezdjünk és felújításokba is, és építésekbe, hanem egy jóval nagyobb templomnak az elvégzésében jóval nagyobb hasznot lehet esetleg realizálni. Még érdekes ez a háttér, tehát nyilván ebből kifolyólag azért nekem már egyenes út vezet a vállalkozó. Azért egyébként nem. Itt azért vannak benne még bukfencek, vagy nem is tudom, vagy ami lehet, hogy szükséges volt ahhoz, hogy most ez a Rapport Tamás jön veled szembe. Na most nagyon fontos, gondolom még elmondani, hogy egyébként a nagypapámat származása kapcsán okán miatt, ugye gyulai származásúak vagyunk, és ott ugye Gyula két részből állt, egy magyar Gyulából és egy német Gyulából, és őt elvitték Málenki robotra. Tehát 6 éves koráig az apukám gyakorlatilag nem találkozott a nagypapájával, de hálásnak visszaért épségbe is, és utána ugye még ért nagyon sokáig. Illetve ugye édesanyám, aki
a családba szerintem egyfajta tüzet vitt. Ő neki, illetve a hozzáadott értéke kellett ahhoz, hogy azzá legyek, aki vagyok. Tehát hogy majdnem olyan, mint egy ötvözet. És ez mi volt? Na most akkor kezdeni mondom, hogy sokáig nem nagyon tudtam megfejteni otthoni dolgokat, illetve az otthoni mikrokörnyezetben ugye abban az időben nem nagyon lehetett sok mindenről beszélni, vagy legalábbis csak úgy anyám elmondta, hogy fiam, legyél csöndben, ne csináld, nem szabad, neked csöndbe kell lenni, kisvállalkozó, kisiparos szülők vagyunk, stb. Tehát egy picit ez így belém ivódott. Hangsúlyozom, 80-as évekről beszélünk. Illetve, ami nagyon furcsa volt nekem, és ezt mondom, sokkal később tudtam megfejteni például, hogy amikor apukám otthon csinált valami házkörüli munkát, akkor mondjuk elküldött minket egy szerszáma, és utána nagyon ideges volt, hogyha mi azt nem találtuk, és fiam, hát itt meg itt van. És valahol nekem az csapódott le az otthoni kis mikrokörnyezetünkben, hogy gyakorlatilag apukám, amit csinált, ő azt nem örömmel csinálta és boldogsággal, hanem összeszorított fogakkal, mert meg kell csinálni. Na most ez a meg kell csinálni, ez ami mondom, sokáig nem is értettem, nem tudtam beazonosítani, hogy itt mi történik ott, hanem csak azt láttam, hogy a munkahozatalban az ilyen jellegű dolog. Illetve még megint egy nagyon fontos tényező. Most azért mondom, hogy itt több kis vonalat próbálok fölgöngyelíteni. Ugye amikor én 80-as években általános meg középiskolában jártam, ugye akkor a kitörési lehetőség gyakorlatilag a tanulás volt, és édesanyám még úgy látták, hogy azért kellett tanuljál, fiam, hogy egyetemet végezzél. Ez is tiszta. Na most régen úgy volt, hogy ahány diploma, ennyi ember, nekem is mondták anyám. Na várjál, most jön a lényeg, de a lényeg az volt, hogy azért kellett egyetemet végezzek, hogy akkor ne kelljen már olyan keményen dolgozzak, mint édesapám. Tehát édesanyámék azzal azonosították az egyetemi diplomát, hogy akkor beülök egy, nem tudom, állami gyárba, nem tudom, második emberként, mint főkönyvelő, és ebben az esetben én nekem már nem kell annyit dolgozzak, mint apámnak, tehát gyakorlatilag tanulás egyenlő, nem tudom én, kényelmes élet. És amikor én elvégeztem az egyetemet, majd elkezdtem dolgozni, akkor még volt egy nagyon-nagyon fontos és meghatározó mondata az otthonról hozott kis tarsolyban, az pedig az volt, hogy fiam, ti hogy fogjátok, ugye van egy bátyám, bocsánat, hogy őről eddig nem beszéltem, tehát hogy fogjátok ti eltartani a családotokat, látjátok, milyen kemény dolog ez. Tehát magyarán szóval indultam egy olyan attitűddel, hogy én egyáltalán ez a kis nem tudom, egy egyszerű emberke, fogok-e tudni eltartani egy családot, fogok-e annyi pénzt keresni, hiszen édesapámnak, aki ugye azért az apák általában nagyon magas szinten állnak egy fiú szemében, tehát ha ő neki ez ilyen nehéz, hát akkor én hogy jövök hozzá, aki pedig fölmer menni a templomtoronyba, nagyon jól úszik, meg stb. Tehát minden csomó olyan dolgot csinált, amit én nem, meg nem is volt rá képességem. Tehát ezzel az attitűddel indultam neki az életbe, és gyakorlatilag ez meg is határozta nagyon sokáig az én hozzáállásomat a munkához. Tehát elindultam, dolgoztam a pénzügyminisztériumban egy fél évet mondjuk, utána dolgoztam egy tanácsadó cégnél, és gyakorlatilag, hát most már lehet, hogy remélem ez most már bocsánatos bűn így ennyi év után, hogy hát nem voltam a munka hőse. Sőt, a barátaimat vesszük, akik még mai napig tartom velük a kapcsolatot, és nagyon jó barátságban vagyunk, tehát hangsúlyozom, ez ilyen 25 évvel ezelőtti történet, ők azt mondták, hogy a lustaság szobrát az körülbelül én tudtam volna megszemélyesíteni, és én lettem volna az, akit meggyúrtak volna és kialakítanak. Na, szóval ehhez az attitűdhöz kellett utána eljussak egy odáig, egy érési folyamat során, hogy egyszer csak rájöttem arra, hogy az munka, vagy amit csinálunk, azt lehet élvezni is, vagy lehet az öröm is. És ez a felismerés, vagy ráébredés volt az, ami szerintem meghatározó volt utána abban, hogy amit csináltam, azt miért csináltam. És azért is indítottál vállalkozást, hogy örömed legyen a munkában? Igen, na most ez a pillanat, ez már megvan. Ugye tanácsadóként dolgoztunk, ráadásul egy Andersen Consulting cégnek voltunk az alvállalkozó, és emberileg nekem nagyon nem éreztem ott jól magam, tehát a főnökeimet gyakorlatilag én nem kedveltem, és nagyon vágytam arra, hogy tegyek, csináljak valami olyat, amiből én fogok lenni a főnök, mert láttam azt az én kis perspektívámból, hogy ők nem csinálják ezt jól, ez nem így kéne. És hangsúlyozom, lehet, hogy pont ezek a stációk kellettek ahhoz, hogy mostanra, vagy már amikor elkezdtem vállalkozni, teljesen más attitűddel álljak hozzá az emberekhez. Uh-huh.
Azért érdeklődök nagyon, mert hogy most mi, ez az adás is az internetre készül, social media felületek, social media guruk, social media influencerek, social businessek, tehát annyira áthatja a világunkat ez a social, hogy remélhetőleg sokan nézik is ezt az adást azok, akik ezen a területen vállalkoznak. És nem tudom, hogy lehet-e ilyen szempontból megkülönböztetni vállalkozást és vállalkozást, tehát például jól lát, amit csináltok, vagy valaki, aki egy webshopot üzemeltet, nem tudom, mit ad el ezt a kettőt, vagy az abszolút ugyanaz, business, csak a megközelítés, vagy tehát, hogy hogy csinálom, az lehet, hogy más. Szerintem a háttértörténet az szerintem mindenkinek más. Tehát ez egy picit a maga az, ahogy nekem, hogy most elmondtam az én otthoni kis környezetemből hozott kis dolgaimat. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek valahogy más is. És pont amikor, nem tudom, akkor úgy mondanám, ha én most néznék, és nem tudom, egy gyárban dolgoznék, alkalmazásban, és tök mindegy milyen melót csinálnék, akkor valószínű, én nem nagyon érteném meg azokat az embereket, hogy ők mi a túrót csinálnak, vagy hogy csinálták meg. Sőt, lehet, hogy leegyszerűsítem, és egyszerűen megmaradna bennem egyfajta irigység, hogy na, az a hülye faszbezzeg, nem csinál semmit, és jár a, nem tudom, Porsche-val, és egyébként itt vége is lenne a történetnek. Tehát, hogy én pont úgy gondolom, hogy ehhez kell a vállalkozáshoz mindenfajta képesség, és vele született adottság, amit utána persze még fejleszteni is kell. De semmi esetre se adott mindenkinek, hogy vállalkozó legyen, és nem is ajánlom mindenkinek, hogy vállalkozó legyen. De igen, és ez lett volna a következő kérdésem, hogy ezzel a mai tudással, meg ami ma van neked, mind vezetői, mind szervezetépítési, mind vállalkozói tudással, hogyha vissza tudnál oda menni, amikor elkezdted, mit csinálnál valamit másképp? Vagy jó volt ez így? Hogyne. Persze, hogyne. Tehát én úgy gondolom, hogy minden nap tanulok, sőt még mindig. Sőt, majdnem azt mondom, hogy azt szokták, hogy a gyerekeink tartanak tükröt nekünk. De én úgy gondolom, hogy nekem meg azok az emberek, akikkel én üzleti kapcsolatba kerülök, legyen ez akár egy úgymond hozzám jövő ember, aki nálam fog dolgozni, vagy aki már nálam dolgozik. Tehát én úgy gondolom, hogy az én hibáimat, vagy erényeimet majdnem ők felerősítve visszatükrözik nekem, amitől sok esetben szenvedek is. Te és mennyire befolyásolja egy vállalkozás sikerét, és aztán még egy kérdés lesz, a fiatalsághoz intézünk valami tanácsadást, egy picit majd kérlek, hogyha valaki szorgalmas, tehát van-e véletlen faktor egy sikerben? Vagy csak a szorgalom, a kemény meló és a minden más, amit ugye sokszor hallunk, és már lőzungoknak számít? Hú, hát most ez megtisztelő a kérdés, hogy engem kérdezel meg. Szerintem most nyilván a saját véleményet tudom elmondani. Én azt gondolom, hogy ha valaki sikeres és ambícióval teljes, az előbb-utóbb be fog érni. Az lehet, hogy nem egy év, lehet, hogy 2, 3, 4, 5, lehet, hogy 10. Az megint egy más kérdés, hogy esetleg ő pont azon a szegmensen, vagy mit fog sikerre vinni. Ugye most megint csak édesanyám példát tudom mondani, mikor elkezdtem úgy mondani, hogy látod, hogy akkor még a lánykori nevén Parkett a diszkont volt, és ugye abba hagytam ezt a tanácsadói munkát, ahol ugye nyakkendőben, zakóban dolgoztam, és ehhez képest édesanyám ugye a szomszédoknak ő szégyellette, hogy az ő fia parkettaárus lett. Tehát ő így adta elő, vagy így élte meg, hogy hát fiam, ezért tanítottunk, hogy most meg parkettaárus lettél. Tehát igazából azt mondom, hogy én sem arra vágytam, hogy most pont parkettával vagy ajtóval, tehát gyerekkoromban nem ez volt az álmom, hogy nem tudom én, ajtókat rajzolgattam volna, vagy parkettát, hanem én úgy gondolom, hogy valahogy belecsöppentem, nyilván megszerettem, és ez adta magát. És nem volt valami ilyen bizonyítási kényszer, hogy ilyen csúnya szóval éljek? Hát én azt gondolom, minden siker mögött áll valami kisebb sérülés, ami valami hajtja az embert. Úgy gondolom, hogy te is, mint sportoló, biztos, hogy valami, tehát ahhoz, hogy sportoló legyél, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez hasonló csúnya szót fogok mondani, állatfajta, a vállalkozás, ahhoz kell valami mazoizmus ahhoz, hogy basszus, fölkelek, csinálom 11-ére, és lenyelem azt a gombócot, és akkor is megmutatom. Szerintem ez ugyanaz, és az is jó kérdés, hogy na abban miért? Valami hajt, megmutasd, lehet, hogy inkább már magadnak. És mit üzenném már egy picit, már egy ilyen félmondattal, nem biztos, hogy direktbe, de már üzentél a fiatalságnak, de hogy akik most azt tényleg rengetegen vállalkoznak, azért vezettem fel ezt a social-t, hogy nekik milyen tanácsot lehet adni ebben a mai közegben, hogy most ők csinálják? Csináljátok? Ne csináljátok? Gondoljátok meg, hogy mit csináltok, vagy vágjatok bele, amiben gondolkodtok, és aztán majd meglátjuk, mi lesz. Én ezt utolsót vallom. Tehát én azt mondom, hogy
Nike-nak a jelmondata az nekem nagyon szimpatikus, és tök egyszerű, a sportolóknak ugye majd, hogy nem ez kötelező hitvallás, ez a just do it, csak csináld. Ne kezdj el foglalkozni azzal, hogy most lehet, hogy nem is fog bejönni pénzileg. Lehet, hogy majd később tudod eladni valamennyiért, és nem ez a lényeg. Csak csináld, csináld azt, és élvezd azt, amit csinálsz. Uh-huh. És ezzel a hozzáállással, ugye, mert ugye, amit mondtál, hogy a Porsche-ban ülés, hogy nem csinál semmit, érte? Igen. De hogy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát figyelj már, hát, hogy persze van pénzem, akkor csinálom. De hogyha nincs pénzem, akkor mit csinálja? Hogy? Tehát egy ilyen jellegű megközelítéssel. Csak pénzből lehet pénzt csinálni? Hát nem. Tehát azért a én kis történetemben is az első vállalkozásom 5, még lehet, hogy 10 évében is, de 5-ben biztos, hogy folyamatosan a barátaimtól kértem kölcsön. Tehát ennek megadtam, annak visszaadtam, annak megint kértem, megint. Tehát az alulfinanszírozást is meg lehet oldani. Tehát itt egyfajta hitnek kell lennie. Tehát azt a hitet, azt viszont magukba hordozzák ezek az emberek. Tehát aki elkezd valamit csinálni, akkor, tehát mindig, amikor megkérdezik, vagy megkeresnek, hogy fektessek be, nem tudom, vegyek ilyen, meg olyan kötvényt, vagy esetleg bitcoint, vagy bármit, akkor mindig azt szoktam mondani, tehát gyerekek, én magamba hiszek, fordítva, idad nekem minden pénzt, majd én elköltöm. Hát ez nagyon egyébként van egy rapper, aki ugyanígy gondolkodik, nagy kedvencem, a Jay-Z, nem tudom mennyire ismerős. Én nem, de a feleségem biztos ismeri. Igen, ő mondták neki, hogy figyelj, ebbe fogsz működni, mi a titkod, tehát ezen félreértitek, én vagyok az üzlet. Aha. Nem amit. Hát akkor... Ja, de érdekes ez. Na, igen, és az a diploma kérdést, ezt azért egy kicsit azért, mert engem anyámék rettetesen nyomtak, és akkor állami igazgatási főiskol, előtte van, ülök a kormányablakban, és intézek valamit, nem tudom elképzelni. Akkor se tudtam, és na jó, mondom, akkor eljárok oda. És akkor hallottam ezt, hogy hány nyelv, annyi ember, a hány diploma, annyi ember. Diplomás ember vagy, igen. De hogy ezt te így érzed, vagy úgy érzed, hogy ez egészen? Igen, ez mindig jó kérdés. Tehát magát a iskolázottságomat, igen, elvégeztem a Közösségtudományi Egyetemet, most nem tudom, Corvinusnak, nem tudom, minek hívják. Ugye az én időmben oda még bejutni szerintem státuszszimbólum volt, most már ugye vannak mindenféle, nem tudom én, fizetett, meg nem tudom mik. Abban az időben talán még volt, hogy Janus Pannonius, meg talán Zalaegerszegen volt egy főiskola. Ugye 1990-ről beszélünk. Ugye én voltam az első évfolyam, aki már nem Marsz Károlyra járt, tehát gyakorlatilag én kezdtem el tanulni a összehasonlító gazdaságtanban már azokat, amit előttünk szerintem nem lehetett. Hát ez egy kicsit mandarinó volt most nekem. Milyen? Ja? Jó, akkor inkább úgy mondanám, hogy én voltam az első, aki a szabad versenyt, hitvallását csöpögtették bele ott. Illetve én voltam az, aki gyakorlatilag azt hallhatta a mikroökonomia arány, az állam rossz gazda. Tehát én ezeken nőttem fel, vagy ebbe szocializálódtam. Maga ott eltöltött 5 évemet, azt akkor úgy fogalmaznék, hogy a fiaimnak azt mondom, hogy ne iskola, gyertek hozzám, és megtanítalak benneteket mindenre. Ez most... Tehát hogy mondjam, nem vagyok híve annak az általános tantervnek, ami most a... Tehát a túl elméleti... Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát most persze tudom azt, hogy tanultam kémiát, tanultam biológiát, ugye érettségiztem, nagyon sok mindent tudok. Mondanám azt is, hogy általánosan marha művelt vagyok. De igazából én úgy gondolom, hogy a sikeres, boldog élethez nem feltétlenül szükséges, és ahhoz, hogy nagyon sok mindent meg is érts a világból, nem szükséges. Tehát, hogyha engem érdekel valami, lehet ez egy biológiai bármi, sőleg most már ugye, hogy beírod Google-be és megnézed. Persze. Tehát ugyanaz, mint hogy van egy vérképed, vagy bármilyen eredményed, itt ott fáj, már googlizod és nézed és olvasod. És onnastól kezdve már nem az számít, hogy most a öröklésbe, a AV csoportból hogy lesz AB, vagy ilyesmi. Tehát persze tök jó, hogy ezt is megtanultuk, de szerintem más. Tehát jobban hiszek a gyakorlati tanulásban. A sokkal jobban benned ragad, mint az, hogy most én egy munkagazdaságtan órán, nem tudom én, vagy fél évben vizsgát teszek, tehát abban semmit nem fogok emlékezni. Ráadásul most megint csak az egyetemi éveimben tudok beszélni, az, hogy most volt egy 7-es vizsgaidőszakom, vagy egy tantárgya volt pár napom,
hát utána az addig is tartott. Igen. Nekem van egy kislányom, 11 éves lesz most, és mintha az ő szavait hallottam volna, hogy nagyon erre úgyse fogok emlékezni, mire jó ez, igen. És akkor jönnek a kis barátnőivel, igen, 4-5-en, és ugyanezt elmondják. De belőle kiindulva, akkor azt kell feltételezzem, hogy a gyermekeid is hasonló nyitottsággal álltak el a gondolkodás felé. Nagyon érdekes ötvözete vannak a gyerkőceimnek, ugye. Hát akkor nem tudom, ti érintsük akkor Richard fiamat is. Akkor kezdjek el így ülni. Ne. Jó, ez egy vicc volt, hogy visszautaltál egy poénra. Tehát én úgy gondolom, hogy például Ricsi esetében is pont az valósult meg, hogy csinálja azt, amit szeret, és azt szerintem nagyon profin csinálta, és nagyon nagy szeretettel. És ez is volt a hajtó ereje az ő sikerének. Tehát a lényeg az, hogy a gyerekeim között ugye a Richard, aki a sakra tette fel az életét, aztán van a kislányom Glória, aki szerintem most még keressük az ő igazi helyét a világban, hogy mit fog csinálni, és szintén még most állnak pályaválasztás előtt a fiaim, illetve van még egy 6 éves kisfiam. Úgyhogy gyakorlatilag a repertoár az széles, illetve én egy kicsit a laissez-faire-be hagyom, ami nem is biztos, hogy pont jó. Tehát nem biztos, hogy ez az egészséges, hogy teljesen hagyom, és azt mondom, hogy találjátok meg. De lehet, hogy pont azért, mert nekem ez kellett hozzá, hogy megtaláljam önmagamat, amikor mondtam, hogy rádöbbentem arra, hogy lehet élvezni is azt, amit csinálok. Uh-huh. Még ellenben azzal, hogy nekem ugye meg volt adva, hogy na fiam, jó vagy matek volt töriből, az gazdász leszel, ész pont, és nem volt appelláta. Tehát ott egyértelmű volt, hogy közösségtudomány egyetem, felvételi, tarotattalata. Uh-huh. Te is hogy irányítottam? Mert én most nem feltétlenül a Richardról szeretnénk, de hogy nyilván érdekes az ő személye, de hogy az én a lányomat próbálom mindig arra terelni, hogyha valamiben most kap egy rosszabb jegyet, akkor mindig nem úgy kezdem a kérdés nála, hogy mit nem tudtál, hanem azt, hogy mit tudtál. És aztán utána, amit nem tudtál helyett, azt a kérdést teszem fel, mi volt nehéz. És ezzel is próbálom valahogy a felszínen tartani, vagy az egóját, vagy nem is tudom mit. De hogy egy ennyire céltudatos ember, mint amit én most itt rólad látok, mert azért azt gondolom, hogy az vagy, hogyha elérted a célodat, élvezed azt, amit csinálsz, tehát szerintem, vagy nem? ez jó kérdés, ezt néha nekem is át kell gondoljam. Tehát direkt nem mondtam azt a szót, hogy kocka, mert nem az, mert a kocka az a számítógépes emberkék. Igen. De hogy hogy jöttél rá arra, hogy ki meg... Hogy jössz rá arra, hogy melyik gyermeked miben tehetséges? Hagyod? Hagyni kell, szerintem, igen. Meg fogja találni. Tehát például az egyik fiam, ő nagyon ügyes, ez a e-sportban például. Ő focizott is. Tehát én abban bízom, hogy lehet, hogy valami ezzel kapcsolatos dolgot fogunk neki megtalálni. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy, hogy fogalmazzak, szerintem mindenkiben van valami, vagy most ez már lehet, hogy már filozófiai vagy vallási határokat feszegetnénk. Tehát én azt vallom, hogy van valami sorsa, vagy irány az életének is. Hogyha lehet, akkor ebben én ilyen katalizátor vagyok, hogy ha lehet, akkor segítem. Ennyi az én feladatom. Aha. Tök érdekes ez egyébként, de szerintem ez a szülő feladata nagyjából. Igen. Hogyha így gondoljuk, de hogy egy picit azért a Richardra térünk. Ricsizzük? Ricsizzük. Bocsánat, elnézést. Hogy ez a sakk, ez tök érdekes számomra, mert... Én ügyesen sakkoztam, nem voltam ügyetlen, kerületi sakkbajnokság, meg nem tudott, ilyenek voltak, de valamilyen nem tudott megfogni őt, mi fogta meg ebben? Pú, az jó kérdés, szerintem az egész játék. Ugye a sakk az egy játék, tehát mindig amikor például úszókat vagy futókat kell példázolózni, akkor azt mondom, hogy azért az ő életük mennyivel kegyetlenebb, hogy föl kell reggel 6-kor leúszni, nem tudom, 2-3-4-5 kilométerét, majd még délután is visszamegy, a sakk ehhez képest egy folyamatos játék. Tehát az, és mikor ugye jött az, hogy most napi 8 órát sakkozik, ugye, és mindenki mondta, hogy nem gyerekkora, meg ilyesmi, de hát ez melyik gyereknek nem lett volna, melyik gyerek választotta volna opciónak? Nem, én inkább megyek az iskolába, vagy pedig fiam, azt csinálod, amit szeretnél? Játszunk, oké. Tehát hogy én azt gondolom, hogy a sakkot így kell nézni. Persze, nagyon sok munka van benne, a munka az ugye ilyen óraszámba kimerítve, de ő a sakkot élvezte, még ilyen szájjal volt. Jöttek hozzá a különböző edzők, tehát folyamatosan kapta, majd elment és a játékot is élvezte. Tehát annál nagyobb élmény egy gyereknek, mikor egy felnőttet megver, vagy egyre erősebb ilyen jelzett sakkozókat, és jön a siker, hát az meg aztán olaj a tűzre. Igen, és nem csak neki, neked is? Hát nekem is. Én azt teljesen úgy éltem meg, hogy hát, amikor emlékszem, amikor elmentünk az első kis sakkversenyünkre, hangsúlyozom,
én egy nagyon picit sakkoztam, és akkor lehet, hogy most megint vissza kell kössek az én kis gyerekkoromra. Ugye ott én ahogy egy nagy szeretettel imádtam sakkozni, ez lehet abból fakadt, mert imádtam katonázni. Na most olyan 10x éves korban az már lehet, hogy ciki volt, és akkor átnyergeltem a sakra. Még én mindig katonázok, gyakorlatilag stratégiai játékokat szeretek játszani. És akkor átnyergeltem a sakra, az így beszippantott, tehát nagyon imádtam. Na akkor ugye látták szüleim, hogy ebben most egy kicsit már lehet több idő van, és akkor gyakorlatilag letiltottak róla, hogy sakkozzak, mert ugye nekem tanulnom kell, és egyetemre kell menjek. És ez meg is történt, a sakkot ugye elengedtem, viszont megmaradt utána, tehát nem is sakkoztam, tehát sehogy, és aztán mikor jött a Ricsi, mint egy játék előkerült. És akkor egyszer csak azt láttam, hogy mondjuk egy, legyen egy sárkány változat, amit én tanultam mondjuk nagyon sokáig, vagy sok időt. Az mi? Ez egy megnyitás. Értem. Ez egy szicíliai védelemnek egy változata. Azt egyszer csak kiraktam neki, megmutattam, és akkor azt ő pikpak visszarátszott. És akkor egyszer csak úgy döbbentem, azt a mindenit. Ez a gyerek 8 éves volt ekkor. Ez, a gyerek ez egy bonyolult tudsz egyébként? Ez nem, de hogy. Nem. Nem. Mondjuk olyan, mintha megtanulsz 14 lépést egymás után. Tehát, ez bonyolult valakinek. Hát valakinek bonyolult, ezért mondom, de úgy, mint hogy ő most kezd el sakkozni, az úgy döbbentett. És azt akkor nyilván jöttek a különböző feladatok, hogy na milyen a kombinációs készsége, milyen a memóriája, stb. És mindig be, basszus, ez is kurva jó, és akkor hogy így. Ez olyan, amikor ez nekem olyan lehetett, most így nem voltam benne nyilván, de hogy amikor megvan a megoldás. Nem? Igen. És inkább az, hogy azt a mindenit még mindig jó. Tehát ez inkább olyan, mint a kocsinak nyomod neki, mondjuk az autók mondjuk mennek 100, nem tudom, 50-nel, 200, és ez még 250-nél úgy behúz az ülésbe, hogy azt a mindenit. Na, ez volt a Ricsi. Aha, ez az izgalom. Ja, és hogy lehet, mert tényleg most én vívtam, nyilván az egy cucc, ami izzadós, meg a végén már büdös a lamé, meg a fejvéd is már büdös, meg minden büdös. Nyilván ez nem, az a sok. Azok is büdösek, hidd el. A sakkozók. de hogy edz egy sakkozó? Aha. Az nagyon érdekes. Alapvetően ugye attól függ, melyik stációbejában van a sakjának, tehát a legelőször ugye kell tanulnak nyitást, végjátékot, aztán ugye vannak azok a ütöm-ütöm-üti, ez a kombinációs készséget, ezeket kell fejleszteni nagyon sokat. Tehát ez az a számolási képesség. Tehát ez kb. Olyan, mint a futás a fociban. Tehát az, minél gyorsabban tudsz számolni, annál jobban gyorsabb lesz a játékod. Tehát ezeket kell fejleszgetni. És aztán nyilván utána meg a verseny, a megméretet, és azt kielemezni megint. Tehát ez egy ilyen, olyan, mint egy együttesnek, hogy megírja a számot, elmegy, lemezt készít, turné, hogy hívják, megint új, és akkor ez így megy. És ez úgy kell elképzelni egyébként, mint mondjuk, megint visszatérek a vívóra. Persze, az egy jó hasonlat. De hogy vívó leckét veszek. Tehát, igen, és begyakorolsz gondolom egy kombinációt, vagy valamit. Ugye most ez a nyitás lehet. Tudni fogod ott már mire játszol, mikor tudod azt meghúzni, abban az adott állásban mi az, ami a terved van. Tehát azt már nem ott kell kitalálni, hogy merre, hanem tudod azt, hogy most a vezérszárnyon fogok, nem tudom, megindulni a gyalogokkal. De hogyha az ellenfelünk is... Hangsúlyozom, ezért elemzik. Tehát a sakk azért nagyon bonyolult, tehát most persze még a számítógép még mindig nem írtotta ki, vagy gyilkolta le a sakkot, gondolj bele. Tehát most már pedig akkora olyan erős gépek vannak, hogy ihajtsuhaj. És még mindig, hát nem okosabb az ember, de nem tudod vagy megtanulni, és nincs olyan nyerő algoritmusa, mint a malomnak, hogy erre ezt, és akkor eldőlt a parti. Nem szeretek turkálni, meg zsebbe pláne nem, de hogy ezek, hogyha edzőket hozok, az nyilván ez egy bizonyos fajta anyagi megterhelés, és ez nagyságrendileg, és nem konkrét összegben, az mondjuk éves szinten, az hogy néz ki? Aha. Mert hogy azt hittem, hogy nem vagyok most napra kész, tehát most tudom, hogy régi árfolyamot tudnék mondani. Akkor úgy mondanám, hogy amikor Ricsi sakkozó volt, akkor szerintem egy olyan havi, egy-két havi átlag keresett szerintem. Kellett hozzá. Per év? Per hó? Per hó. Igen. És ebben mi? Tehát az edző, okay. Edző van benne, ugye venni kell versenyre, akkor mondjuk, tehát ez is olyan, hogy mikor elindul, akkor nyilván még kevesebb, és aztán mikor pedig már magasabb szinten van, akkor egyre többbe kerülnek a szekundások, mondjuk egy elemzést megvenni, stb. Na, ezek a terminológiák még nagyon érdekelnének, hogy szekundás. Értem, hogy valami második. De igen. A második. Az kicsit olyan lenne, mint a biciklis vízhordó, tehát aki mondjuk előkészít neked valamit, olyan lenne, mintha én megír, mondjuk én lennék tele, te vagy egy énekes, és én megírtam egy zeneszámot, és azt te fogod előadni.
És én szépen lekottázom neked, hogy erre itt kell énekelni. Nyilván minden élőadásnak van valami kis csúszása vagy valamilyen, de ettől függetlenül az át fog jönni az a dallam, amit én megírtam, és te pedig a te személyiségedre hozzáadod. Most nyilván ez egy megjátszott partiba, úgyis lehet, hogy kottából nyer valaki. Ugye? Tehát pont találtak egy olyan nyitást, amire az ellenfél kihúzott egy rosszat, mert nem ismerte, vagy rosszat számolt, és mondjuk, nem tudom, a 23. lépésbe föl fogja adni. 500 milliárd ember játszik, vagy bocsánat, fél milliárd ember játszik sakkot a világon? Azt úgy olvastam valahol, nem tudom egy-két éves adat, de hogy... Sokan. De sokan, az igen. Biztos. És ebből Ricsiben van a topban. Igen. Eléggé komolyan. Hát most pont lejjebb csúszott, de egyébként igen. Hát legmagasabb jegyzése azt hiszem negyedik volt. De a lejjebb csúszás mit jelent? Most 20., 30., körülbelül 20. Hát igen. De hát az lejjebb csúszás igazából? Igen, azért igen, mindig... igen, az lejjebb csúszás. Tehát azért a top 10 az, ami. Tehát ebben a sakban azért nincs annyi pénz, mint a kártyajátékban, a pókerben, vagy ilyesmiben. Úgyhogy az számít. Meghívásokban... Hát minden ez egy zárt világ. Igen. Mm-hmm. Igen, igen. Előtted volt itt az előző adásban Nemcsik Zsolt, ezüstérmes volt Aténban, kardvívásban, és vele beszélgettünk a beszélgetés vége felé arról, hogy ugye van kétfajta iskola, az egyik a magyar iskola, amikor egy olimpiai éremér van valamilyen életjáradék, a másik, ami a brit, hogy ott aztán egyáltalán nincsen, igen. Mert hogy ott a szponzorációs világon igen, meg igen. Lehet élni. Sakkban mi a helyzet? Tehát láttam, hogy vannak pénzdíjas versenyek, igen. De az hogy kerül oda? Meg ki a sakkot sikerült kijárják az akkori, nem tudom, sakkvezetőknek, de lehet, hogy ez már csak a megboldogult Kállai Gábornak az érdeme, hogy ő is gyakorlatilag a sakk is bekerült az olimpiai sportágak közé. Ez azt jelenti, hogy az összes sakkozó, aki olimpiai érmet ért el, az életjáradékot kap. Tehát igazából pedig a sakknak van egy azt gondolom, hogy hát most, hogyha sakkról beszélünk, akkor most lehet, hogy fogok kapni a sakkozóktól elég sok kritikát. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon elkényelmesedett maga a sakk társadalom, és várja a sült galambot. Ebben nyilván benne van a történelem, hiszen azt tudnunk kell, ugye, hogy a régi rendszerben Kádár Jánosnak a kedvenc sportága volt a sakk, ezt kevesen tudják. Kevesen tudják, a sakk szövetség is a mai napig a Falk Miksában van, és az pont azért, hogy a Kádár Jani bácsi esetleg kiosonkodik és beugrik oda gyors egy sakkpartira. Úgyhogy akkor egy nagyon, hogy mondjam, támogatott sportág volt, vagy nagyon szeretett sportág volt. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy megszokták ezt a jólétet, és nem sikerült nekik piaci lábakra ráállni, és mai napig gyakorlatilag az állam, hát majdnem azt mondtam, hogy csöcsén, de most is még erre szó próbálnának rácuppanni, és gyakorlatilag akkor van nekik jó világuk, amikor valami olyan embert sikerül belobbizniuk, akkor ezt most szépen fogalmaztam meg, aki pénzt is tud hozni. Ugye legutoljára 10 évvel ezelőtt volt a Sesták Miklós, aki több 100 millió forintot tudott elkülöníteni nekik. Akkor megint csak a saját véleményem, hogy ez ugye nagyon jót tett az embereknek, mindenki boldog lett, stb., de volt egy kontraproduktív része is ennek, hogy akkor ebben a jólétben már senki nem akart úgy dolgozni. Úgyhogy, úgyhogy én a piaci alapokban hiszek. Tehát én az angol utat visszatérek a kérdésedre. Értem, bocsánat. De hogy ezt hogy lehet ezt a piaci alapokra helyezni egyébként? Mert, én úgy gondolom, hogy legyen szponzorhoz. Igen, de hogy ugye vannak egy nagyon látványos sportág, amerikai foci, stb. Ott azért le lehet közvetíteni, én ott van. Igen, értem a közvetítési jogdíjaknak az útját a televíziós csatornákon keresztül. Itt hogy lehet? Hát én abban gondolom azért, hogyha most nyilván én benne vagyok a sakkban, és tudom, hogy ott milyen emberek mozognak vagy vannak, de aki nem sakkozó, annak azért van egy olyan megítélés, hogy a sakk az egy úrisport, az aki sakkozik, az nagyon okos, és én azt gondolom, hogy ezt a brand építést azért meg lehetne ragadni. Tehát majdnem azt mondanám, hogy egy jó döntés, azért még egy bizonyos reklámokban visszaszokott ezt köszönni, hogy jó lépés, jó döntés, nem tudom, király vagy vezér van ott. Tehát ezen a vonalon el lehet indulni, és azért a sakkba, persze most nem azt mondom, hogy milliárdokat kéne beletolni, de hogyha lenne egy-egy olyan vállalkozás, azért most a Magyarországon azért vannak vállalkozók, akik mondjuk x millió forintokat bele tudnának adni, és mondjuk ez diversifikáltan sok ilyen vállalkozó lenne, vagy több, akkor szerintem azért megoldódnának a sakkozóknak a problémája. De és tényleg a legjobb a sakkban? Ja, hogy a legjobb? Hát most egy kicsit furcsa, mert ugye van a Kárcen, aki már nem védi meg,
lehet, hogy már kicsit nem annyira napra kész, most inkább rapidozik talán, nem tudom, de nem vagyok annyira benne a sakkban egyébként már. Tehát a Ricsivel gyakorlatilag 18 éves koráig én úgy fogalmaztam, hogy a Ricsibe annyi energiát raktam a sakkjába, mint a vállalkozásba. Tehát akkor ugye nagyon napra kész voltam mindenkivel, mindenről tudtam, meg tehát úgy, mint egy, hát lehet, hogy most kicsit beképzelt lesz, mint egy top menedzser. Mostanra én már csak ilyen kocavadász vagyok, és első olvasok mindent, meg tehát, hogy nem azt mondom, hogy közömbös a sak, de majdnem közömbös. És most mi van vele? Utolsó kérdés vele kapcsolatban. A Ricsivel? Köszönöm szépen, jól van. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó lett jó a viszonyunk, ami nagyon-nagyon fontos mindig, ugye ez általában hullámzó szokott lenni. Úgyhogy nem tudom, mit mondjuk, mindenkit üdvözölt. Nem, semmi, ennyi. Jó, és ezért érdekes, hogy itt van egy sikeres vállalkozói lét, egy sikeres édesapaként is végig tudtad tolni a gyermekedet a sikerek irányába, ehhez képest mire vagy a legbüszkébb az életed? Ez jó kérdés. Nagyon sokáig, amire büszke voltam, az, hogy ha nem is szabályos körülmények között, de 150 kilót tudtam fekve nyomni, úgyhogy Igen. Úgyhogy ha ezt most kérdezed, abban nagyon sok munkát beleraktam, rengeteg edzést, és arra voltam a legbüszkébb. Hát most ez jó kérdés lenne, hogy mire vagyok a legbüszkébb. Most így nem tudnék ilyet mondani, hogy fú, most arra. Tehát hogy nyilván ez ilyen komplex dolog. Aha. Jó, nem filtatom akkor, és még egyetlen egy utolsó kérdésem lenne, hogy ezt mindenkinek fel szoktam tenni, sőt volt olyan a vendégem is, akinek nem tettem fel, azt mondta, hogy azért miért valami hibázik. De hogy igen, hogyha bármilyen módon vissza tudnál magadnak szólni, vissza valamikorra, visszaszólnál? És hogyha hogyne, akkor mit, és hogyne, hány éves korodra? Mindig, folyamatosan most is, hogy Tamás, nyugi, jó vagy, megcsinálod, nem kell rajta stresszelni. Majdnem azt mondom, a gyerekeimnek is ugyanezt ajánlom. És amikor kérdezted a fiatal vállalkozóknak, ők nekik is ezt, hogy ne agyalják túl, ne az idegrendszerüket ne tépázza meg az a helyzet esetleg, amiben vannak. Hát ők sajnos egy ilyen idézőes népbetegségben vannak, hogy most. Hogy annyira akarják most a sikert? Most az nem baj, az a hajtóerő. Tehát az nem biztos, hogy baj. Az a baj, ha ez nem társul kitartással. Az baj. De bocsánat, ez az én véleményem. Most nem akarok ilyen... Teljesen jó, én csak elgondolkodtam. De nem proféciákat mondok, és amit le kell írni, és nem tudom, mindenkinek kötelező érvényű. Ez mindig, amit én mondok, az a Rapport Tamás véleménye, 52 évesen. Ezt eddig jutottam el az én kis életem során. Hát de az emberek szerintem szívesen hallják az olyan emberek véleményét, akik már jutottak valahol, mint azokét, akik még nem. És akkor az valami út van mögötte. Az, hogy ez így van, annak örülök. Mert azt gondolom, hogy mindig tudunk, egyébként mindenkitől tudunk tanulni, tehát a kudarcot felmutató ember is egyfajta tanítás. Tehát hiszen ott is az, hogy az miért nem sikerült, ott mi lett, mit rontott el. Nyilván nekem az a legjobb, mikor egyből látom, hogy ja, ott az volt a baj. Ja, te egyből látod már baj? Nem, dehogy, nem. Van, amit igen, van, amit nem. Van, amit nekem is elemezgetni. És ott magamat is kell elemezgetni, hogy az miért nem sikerült, az miért nem megy. Ez folyamatos. Tehát ez már majdnem azt mondom, hogy ez azért az én személyiségemben bennem egy rágódás, ami nem látszódik lehet, de azért esténként, vagy amikor lán lelassulok, vagy valami, akkor ezek azért visszajönnek, mint egyfajta démon, hogy na ott mit kellett volna csinálni, vagy az hogy, vagy azt miért rontottam el, vagy azt miért kaptam, vagy ezek a kérdések megvannak. És kudarc élményeiket, azt hogy tudod kezelni? Nagyon nehezen. Tehát például most a Ricsi sakjára visszatérve, tehát nekem szerintem jobban fáj az ő, nem tudom én, sikertelensége, vagy egy-egy veresége, mint neki. Tehát hogy nagyon nehezen. Tehát ezért próbálom már kerülni, kudarc kerülő vagyok. És a siker? Ilyen hedonista vagyok, hogy már az teljesen kerülni. Jó, hogyha valaki eljut idáig, az már parádés. És a sikert? Szerintem a sikert is nehéz feldolgozni. De inkább azt mondanám, hogy néha sok esetben természetes. Ja, az ment, oké, mehetünk tovább. Mi a következő feladat? Természetes a siker. Igen. Tehát ez akkor úgy mondanám, hogy sok esetben azt láttam, hogy nincs gólörömöm. Tehát oké, berúgtuk, vezetünk, nem tudom, 6-2-re, még van 4 perc, mennyi tudom még kihozni. És ezért vágsz mindig új dolgokba, vagy azért, mert egyszer csak erre kényszerítem? Ja, nem. Az pont az új dolgok, az... Na, tehát lehet, hogy most akkor lehet, hogy ebbe a beszélgetésbe, hogy úgy tűnök, mint aki matekból kurrapenge, mindent megtervez, na nem így van. Tehát, hogy pont úgy van, hogy ehhez van kedvem, nem tudom, ugye barátaim pont poénkodtak ezek, hogy Tamás lement sörér és megvette az ABC-t. Tehát, hogy ez nyilván túlzás,
De tényleg azért van, nem tudom én, drogériánk, azért van ABC-nk, azért van egy gyárunk, azért van, nem tudom én, éttermeink, tehát hogy a palettánk pont azért, mert az izgalmas. Tehát akkor az ami hú, az milyen jó, vagy milyen jó érzés, vagy nem tudom, tehát mindegy, de van valami olyan, ami akkor nagyon inspirált. Hangsúlyozom, mai napig inspirált, tehát nem az, hogy most meguntam, de ez kicsit olyan, mint egy ilyen folyamatos szerelemben van az ember, és akkor most abba láttam meg a szépet, most abba. Hát köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad nekem. Olyan sok elgondolkodtató volt, azért voltak ilyen szünetek. Abszolút, teljesen. Jó, hát azért tartott egy kis szünetet, felfogtam először, hogy mit hallok, de nagy öröm volt, hogy beszélgethettünk. Köszönöm, hogy itt voltam. Én köszönöm. És a nézőktől, hallgatóktól elköszönünk. Ez volt a Szembeszorák Podcast mai adása. Vendégem Rapport Tamás volt a Jola csoport alapítója, és szeretném felhívni a figyelmet mindenkinek arra, hogy bizony be lehet követni, feliratkozni a YouTube-on, a Szembeszorál Podcast YouTube csatornáján, és kövessétek a hangzó anyagokat is, a Spotify-on, Apple Podcast-en, illetve Google Podcast-en is. Sziasztok!